Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Az északi, avagy skandináv mitológiát feldolgozó sorozat második részének témája a világ teremtése. Mivel technikailag a mitológia első részénél vagyunk, beszéljünk arról, hogy hogyan kell ezt felfogni. Habár mítosznak nevezzük, ez egy ugyanolyan vallás, mint az összes többi. Tehát nem kevesebb és nem is több, mint a muzulmán, a keresztény, a buddhista és a többiek. Bizonyos történetek viszonylag kicsit, esetenként nagyon komolyan eltérnek egymástól. Ha ez megtörténik, akkor természetesen ki fogom emelni. Az északi emberek szerint a világ teremtése a következőképpen történt. Az idők kezdete előtt nem volt semmi. Nem volt föld, menny, csillagok, égbolt, semmi. Legelőször kettő dolog létezett. Egy világ és egy óriás. A világ neve Muspelheim, a tűzvilág. Muspelheim lángolt, fényes volt, és beborította az olvat láva. Ezt a világot őrizte egy tűzóriás, Surt. Surt igencsak lenyűgöző volt, hiszen volt egy fegyvere, egy lángoló kard. Ez a lángoló kardot forgató óriás volt az, aki mindenek előtt is létezett, és ő lesz az, aki mindenek végén is ott lesz, akkor, amikor eljön a Ragnarök. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, de elég sok idő telt el addig, amíg létrejött a második világ. Ez a második világ Niflheim, a jégvilág. Niflheim a fagyosnál is fagyosabb volt, és mindent vastagon borított a zavaros köd. A mítoszok semmit nem említenek arról, hogy ki vagy mi teremtette ezt a két világot. Aki esetleg ismeri a témát, George R. R. Martin műve, a tűz és jég világa ebből ered. Muspelheim a tűzvilág és Niflheim a jégvilág között volt egy üresség. Ezt az ürességet úgy nevezzük Ginnungagap, azaz káprázó űr. Tehát úgy képzeld el, hogy az egész mindenséget három részre bontjuk. Te vagy középen. Tőled északra van Niflheim, a jeges köd. Tőled délre Muspelheim, a tüzes köd. És ott, ahol te vagy, középen van a semmi, a Ginnungagap. Niflheim a jégvilágban volt egy forrás, aminek a neve Vergelmir. Vergelmir egy mérgező forrás. Tehát az történt, hogy ebből a forrásból egyszer csak kiömlött 11 folyó. Ez a 11 folyó belefolyt a semmibe, a két világ közti ürességbe. Az északi Niflheim felőli részen a Ginnungagap fagyos köd és jégtakaró alá került. A déli részen a tűzvilághoz közel olyan forróság volt, hogy még a kő is megolvadt. Azonban az üresség közepén, ahol a jég és a tűz találkoztak, az idő kellemes volt. A jég olvadásnak indult, és csöpögni kezdett. A Muspelheim felőli melegség életet lehelt a cseppekbe, amely cseppek megformáltak egy alakot. Ez volt Ímir, az első jégóriás. Ímir nagyobb volt a világoknál. Az egyik változatban úgy beszélnek róla, hogy ő volt a leghatalmasabb óriás valaha. A másik verzióban azonban egyenrangúnak tekintik Surt, a tűzóriással. Lényeg a lényeg, az olvadó jégből formálódott egy másik dolog is, egy tehén. Tehát az első jégből formálódott alak volt Ímir, a jégóriás, a második volt egy tehén, aminek neve Audhumla. Ez a tehén a sós jégtömböket nyalogatta. A falusi állattartással kapcsolatban érdemes tudni, hogy a teheneknek szoktak adni só tömböket, amiket az állat előszeretettel nyalogat, ugyanis szüksége van rá. Ennek a tehénnek kettő szerepe volt. Az első az, hogy a tőgyéből négy tejfolyó fakadt. Ezek a tejfolyók táplálták Ímért, és ahogyan itta, egyre csak nőtt és nőtt. A második szerepe pedig az volt, hogy miközben nyalogatta a jeget, elkezdett megformálni egy új alakot,
Az első nap estéjére a nyalogatás következtében a hóban egy újabb óriás haja bukkant fel. Másnap előkerült a feje, a harmadik napon pedig az egész óriás. Ő volt Búri, hatalmas termetű, erős és gyönyörű. Búri volt az istenek őse, de miközben a tehén megformálta ezt az óriást, Ímir elaludt. Ímir jégóriásról tudni kell, hogy ő nem volt se férfi, se nő. Egyszerre volt mindkettő. Tehát alvás közben szült. A bal hóna alól megszületett egy férfi és egy nő óriás. Az egyik lába pedig fiút nemzett a másikkal. Így keletkezett egy hatfejű óriás. Az történt, hogy Búri, az, akit a tehén megformált, egy jégóriás nővel közösen megalkotott egy gyermeket. Itt fontos tudni, hogy a jégóriás nő csak feltételezés, ugyanis a történet nem említi. Azok az óriások, akik csak úgy felbukkannak, feltehetőleg mindannyian Ímir gyermekei. Feltehetőleg, nem biztos. Hát ami a lényeg? Búri és egy ismeretlen, feltételezhetően óriás nő közös gyermeke lett Bor. Volt egy másik jégóriás, akiről úgy szintén nem tudjuk, hogy honnan került oda, de az volt a neve, hogy Böltor. Neki volt egy lánya, Bestla. Az történt, hogy Bor, Búri fia, és Bestla, Böltor lánya, közös erőfeszítésének gyümölcse lett három fiúgyermek. Az első három isten, a legnagyobb Odin, Vili és a legkisebb Vé. Na, a következőket kétféleképpen lehet elmesélni. Az első változat. A három isten elérte a férfikort. Látták, hogy délen ott van Muspelheim, északon Niflheim, de igazából lényegtelen. Mindkét helyen a halál várt rájuk. A három isten a semmiben rekedt. Az otthonuk Ginnungagap, a káprázó űr, csak arra várt, hogy valaki megtöltse azt élettel. Elérkezett a teremtés ideje. A három testvér megbeszélte, hogy mit és hogyan kellene tenni. Ez volt az első változat. A második szerint a három isten egyszerűen gyűlölte az óriásokat. A Jötun egy faragatlan és durva faj volt. A Jötun ugye az óriás megfelelője. Amiben mindkét verzió megegyezik az az, hogy a teremtéshez egy dolog kellett. A halál. Tehát a három isten, Odin, Vili és Vé fogták magukat és megölték Ímirt. Ez volt minden dolog kezdete. A halál, amely lehetővé tette az életet. Egyik verzióban kegyelmesen leszúrták, a másikban szabályosan lemészárolták, de ami a lényeg. Amikor Ímir elesett, annyira sok vér ömlött ki a testéből, hogy a szabályos özönvizet okozott, és ebben az özönvízben minden óriás megfulladt. Kettő óriás maradt életben, Bergelmír és az ő felesége. Ők bemásztak egy ládába, amelyben átvészelték a katasztrófát. A másik változatban hajót használtak. Tehát a három isten megölte Ímirt, akiből annyira sok vér ömlött ki, hogy özönvíz lett, és az összes óriás meghalt, kettőt kivéve. Bergelmír és a felesége lesznek azok, akik majd újraélesztik a Jötun, azaz óriás nemzetséget. A világ teremtése a következőképpen történt. Ímirt, a jégóriást a szó szoros értelmében újrahasznosították. A gyilkosság után a három isten a Ginnungagap közepére vonszolta Ímir tetemét. Ímir húsából keletkezett a föld, amelyet tengerrel, azaz a vérével vettek körbe. A csontjai lettek a sziklák, a fogai a kövek, a hajából a fák. Nem csak a földet készítették el, hanem a mennyet is. Az óriás koponyáját a föld fölé helyezték, mint égboltot. Tehát amikor felnézünk az égre, az Ímir koponyájának belseje. A felhők, amelyeket az égen látunk, Ímir agyveleje. A három fivér elkapott néhány szikrát is. Olyan szikrákat, amik Muspelheim tüzes világából származtak. Ezeket a szikrákat, mint csillagokat feltűzték az égre, ugye azért, hogy világítsanak.
A bolygókat úgy szintén ezekből a szikrákból hozták létre, hogy az általuk meghatározott pályán mozogjanak. Ugyanakkor megteremtették a nappal és az éjszaka váltakozását is. Mind a nappal, mind pedig az éjszaka egy-egy óriás. A sötét óriás nő Nót, ő az éjszaka. Neki van egy káprázatos fia, bizonyos Doug, azaz nappal. Ők ketten minden egyes nap egymás nyomát követve megkerülik a világot. A hold bizonyos Máni, és a nap Szól, fivér és nővér. Csodálatosan szép testvérek, akiket úgy szintén az istenek raktak az égre. Mindezen túl Ímir testében találtak férgeket. Ezeknek a férgeknek tudatot, értelmet és emberi külsőt adtak. Ők lettek a törpék. A négy égtáj az négy különböző törpe. Nordri, azaz észak, Sudri, azaz dél, Austri, kelet és Vestri, nyugat. Ezt a négy törpét úgy szintén az istenek rakták az égre. A prózai Eddából idézve, fogták Ímirt, odahurcolták a káprázó űr kellős közepébe, és a testéből megteremtették a földet. Vitatárgya lehet az, hogy egy kozmikus robbanást, vagy inkább Ímir testének újrahasznosítását tekintjük hitelesebbnek. Minden esetre ez volt a világ teremtésének története. Ahhoz, hogy életet kapjunk, valakinek meg kellett halnia. A skandináv mitológia második részét itt lezárjuk. Tudom, hogy nagyon foglalkoztat, mi történt a tehénnel. Nem tudjuk. Ha kíváncsi vagy arra, hogy mi az a világfa, hogyan teremtették az embert, és mi az a kilenc világ, ezeket a harmadik részben megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!